tényleg unokatestvéreknek, meg barátoknak, meg minden jónak gondolunk titeket, és nagyon vártam, nem csak én, a családom is, hogy itt lehessünk, és nagyon boldogok vagyunk emiatt. Azért is történelmi ez a pillanat a számomra, mert kb. 12 éve vagyok lelkipásztor, és vasárnap én még Parmerba soha nem álltam gyülekezet előtt, hogy ez most történelmi pillanat a számomra. Ézsaiás könyvéből szeretnék igét olvasni, és a Zsidókhoz írt levélből, a 30. fejezet első versétől először Ézsaiás könyvéből. Talán fogjuk látni is. Nem működik? Megvárjuk, hogy bemelegszik, nem? Nem olyan. Oké. Okay. De a képek azért lesznek? Képek lesznek. Nem vagy ott a gép. Ja, jó. Nem baj. Mi nem fagyunk, mi meleg. Helyzetben vagyunk. Most én főleg, mert... Imádkozunk előbb, jó? Köszönjük neked, Istenünk, hogy előkészítetted már ajándékodat, és az, hogy a megfelelő helyzetben legyen a lelkünk, és át tudjuk venni azt, én is megfelelő módon tudjam elmondani. Amen. Szóval Ézsaiás 31-től. Azt mondja az örökkévaló, nézzétek ezeket a lázadó fiakat, akik elpártolnak tőlem. Terveket szőnek, de nem tanácsom szerint, szövetséget kötnek, de nem szellemem által. Csak bűneiket szaporítják még ezzel is. Lemennek Egyiptomba, de prófétámat fel sem ismerik, fel sem keresik, tanácsomat meg sem kérdezik. A fáraótól kérnek védelmet, Egyiptom árnyékába menekülnek, ezért a fáraó védelmében csalódni fognak, Egyiptom árnyéka csak megaláztatást hoz nekik. Júda vezetői Coámba mentek, követei egészen Hánészig jutottak. Mégis mind csalódni fognak, mert olyan népen bíztak, amely nem tud segíteni. Abban reménykednek, aki senki, semmit sem használ nekik, csak szégyent és gyalázatot hoz rájuk. Az örökkévaló súlyos kijelentése Júda követeiről. Viszik súlyos terhüket a déli sivatagban, kincsekkel és drágaságokkal rakták meg a tevéket és szamarakat. Keresztül mennek a nyomorúság és szenvedés földjén, a vadállatok veszélyes földjén, oroszlánok és mérges kígyók között. Viszik ajándékaikat a népnek, amely nem tud rajtuk segíteni. Bizony segítségük egy fabatkás sem ér. Ezért nevezem Egyiptomot így, nagy szájú, de csak üldögél tehetetlen. Hadd egészítsem ki, egy amerikai biblia fordítás úgy hozza ezt az utolsó igét, hogy fogatlan sárkány Egyiptom. A Zsidókhoz írt levél 4. rész első pár versét olvasom. Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget. Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömüzenetet, mint Izrael népének, de nekik akkor nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem hittel fogadták, hanem elutasították. Mi megyünk be abba a nyugalomba, akik hittel fogadjuk. És pisztikkel az megombolom? A kabátomban. Eltűntek a képek? Oké. Pillanat akkor. Hozom. Isten ismeri azokat a menekülő embereket, akik mi vagyunk. Az igéjében nagyon sok helyen ajánlja fel magát, mint menedéket. Mint igazi menedéket. Ismerjük őt, és bár biztos, hogy tapasztaltuk már, hogy benne milyen jó megpihenni, mégis nagyon sokszor választunk mást, mint amit ő kínál. Hamis menedékekkel megelégszünk. Azt gondoljuk, hogy ez már elég nekünk. De ez sokkal kevesebb annál, amit ő adni akar.
Arra szeretnék ma délelőtt bátorítani benneteket, hogy ne elégedjünk meg a hamis menedékekkel, amiket mi keresünk, hanem választjuk azt, és keressük meg mindig azt, amit Isten kínál fel. Most jön az első kép, de majd hamarosan megérkezik. Egy szovjet katonai bunkerről egy fénykép, amelyikből van több. Van ilyen honlap, hogy bunkermúzeum.hu, és össze vannak gyűjtve ezek a menedékek, amiket itt hagytak a szovjet barátaink annak idején. Nem is tudom elképzelni, hogy igen, picit kicsi a kép, de körülbelül így néz ki egy ilyen bunker bejárata, hogy pontosan mire használták, vagy egyáltalán mire volt jó így, hogy nem volt hidegháború, vagy nem lett melegebb a hidegháború. Volt esetleg valaki ilyen bunkerben már? Na, akkor tudjátok. Menedékek, amik azért készültek, hogyha nagy baj van, akkor sokan elbújhassanak. Ez Óbarok és Nagyegyháza falva közelében van például ez a bunker. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor nagyon elém jött az, hogy micsoda menedék volt számunkra ez a gyülekezet élen a lelki pásztorotokkal. A 4 éves kispesti szolgálatomat nagyon furcsán kellett befejezni, és akkor egy nehéz helyzetben voltunk, és ti befogadtatok, imádkoztatok értünk, és igazi menedék voltatok számunkra. Isten hamarosan adott folytatást, de pont az a pár hónap, ami egy nagyon elesett állapotban ért minket, azt Isten rajtatok keresztül pótolta ki. Úgyhogy ezt akartam mindenképp elmondani, mielőtt a témában tovább megyünk, hogy nagyon hálásak vagyunk nektek, és legyetek sokak számára menedék, akik Isten keresik itt közöttetek. Folytassuk úgy, hogy felteszük a kérdést, hogy miért menekülünk, mert ez egy alapállításom ma, hogy mi menekülünk. Következő képet, ha megkeressük, egy Pértit ábrázol, egy magyar gondolkodót, aki egy ideig a tévének is az elnöke volt, de inkább, amiért szeretem, nagyon érdekes könyveket írt, Hankis Elemér. Az egyik könyvét olvastam évekkel ezelőtt, az Emberi Kaland című könyvét. Az emberiségről gondolkodik általánosan, ilyen nagyobb léptékben, de a fő gondolata az nagyon egyszerű, és sokan tudunk vele azonosulni. Azt mondja, hogy a menekülés az nagyon fontos motivuma az embereknek, és azért, mert idegennek érezzük magunkat ebben a világban, és keressük az ismert helyeket, és keressük a biztonságot. Nagyon hangsúlyozza, hogy a félelem és a szorongás kínzó élménye az, ami ide kényszerít bennünket, és a szimbólumok védő pajzsával, mítoszokkal, ha kell, angyalokkal töltjük ki ezt az űrt, illetve ezt a félelmet így próbáljuk ellensúlyozni. Említi a hitet is, de csak egynek a több lehetőség közül, hogy az ember hogyan küzd meg ezzel a szorongással. És azt mondja, hogy a halálfélelem legyőzése az ember legnagyobb küzdelme, a civilizáció legfontosabb célja. Ezért aztán igyekszik mindenképpen mindenki kialakítani a saját világát, minden eszközzel megteremteni a biztonságát. És azt mondja, hogy kertekben érzi jól magát az ember, amelyik visszavezeti az édenkert szimbólumára, de nagyon tágan értelmezi ezt a kifejezést, például kertnek, ilyen biztonságos helynek írja le a luxusautót, ha valakinek ilyen van, körülveszi magát az ember egy ilyen biztonságos környezettel, de még jobban távítja, és azt mondja, a játékok világa, a tréfák világa, ez is ilyen biztonságot mutató és biztonságot kereső vágunk miatt van jelen. És bár nagyon jó kérdéseket vet fel ez a könyv, a szerző, emberi szinten tájékozódik, és nem tud megnyugtató választ adni. Az utolsó sorait elolvas az ember, egy nagy kalandként
azért is ez a címe a könyvnek, hogy emberi kaland, egy nagy kalandként írja le, hogy idegen a világ, szorongunk, és az a kaland, hogy hol találjuk meg a biztonságot. Félelem és fájdalom, mint két nagy motívum, ez lehet, ami miatt menekülünk, és keresünk a biztonságot. Most térjünk rá az Ézsaiási igére, ahol nagyon is látszik ez a gyakorlatban, abban a helyzetben, amiben voltak. Lázadó, Istentől elpártoló fiakról olvasunk, Isten gyermekeiről, akik teljesen más utat választanak, mint Isten útját. Egy szorongatott, félelmetes helyzetben vannak. Krisztus előtt a 8. században járunk, a második fele mozgalmas és veszélyes időszak volt Izrael történetében, tele volt a korszak rossz döntésekkel és bukásokkal, és Ézsaiás, mint egy proféta, de egy nemes ember is, közelről látta ezt, látta, akár a királyi udvarban is volt bejárása, és látta, hogy milyen rosszul döntenek a vezetők ebben a helyzetben. A szorongattatás az asszír birodalomtól érkezett, és egy kép, ami jelképezi az asszírok támadását, most jó lenne megkeresni, ez az igen. Nagyon kegyetlen nép volt az asszír, ennek most nem néztem utána, de vannak emlékeim, hogy tanultam róla, hogy milyen módon fordítottak és mit csináltak a legyőzöttekkel, most ezt nem is akarnám részletezni, de ugye nem volt jó dolog az asszíroknál legyőzöttnek lenni. És nem is akartak ilyen helyzetbe kerülni Izrael. Szövetkezni próbáltak, és hát olyan helyzetben vannak, mint Magyarország, hogy kis ország, vagy valahogy is voltak, mi meg vagyunk, kis ország, és valamerre csapódni kell a nagy hatalmak, a nagyobb országok között, főleg, hogyha az egyik ellenségként jelenik meg. És politikailag teljesen jónak tűnhet az a döntés, amit meghoztak, Egyiptomba mennek szövetséget keresni. Egyiptommal indultak el tárgyalni, nagy követség indul, és rengeteg ajándékot szednek össze. Kincsekkel és drágaságokkal rakták meg a tevéket és szamarakat, írja a 6. vers. És keresztül mennek nyomorúságos földeken is, sivatagon is, hogy elérjék Egyiptomot, hogy áthatva ezeket az ajándékokat szövetséges találjanak ebben a nagy országban. Menedéket keresnek, de rossz helyen. Egy másik nagy ország gondolják, hogy a védelmüket adja majd. Oda mennek vissza, és ez nagyon szomorú, olyan mennek vissza, honnan Isten kihozta őket nagy csodákkal, nagy szabadító tette volt az Egyiptomból kiszabadítani a népét, és ők pár évszázaddal később azt gondolják, hogy mégis ez lesz a menedék. Nagyon könnyű a párhuzamot megtalálni az életünkre nézve, hogy mekkora veszély ez visszamenni a bűn világába, és azt választani lehetőségként, amitől Isten pont, hogy meg akar szabadítani. Pontosan onnan hozott ki bennünket. Bűnöket bűnökre halmoznak, és döntéseikből teljesen kihagyják Istent. Nem kérdezték meg a prófétát. A próféta megmondta volna, hogy bízzatok Istenben, akár éljétek át azt, hogy meghódítanak benneteket, mert Isten ezt büntetésként adta nektek, és legjobb, hogyha nem ágáltok ellenem. Valószínűleg ez lett volna a próféta üzenete, de ők próbálkoztak Egyiptom menedékét megtalálni. Tehát, ahogy mondtam, magunkra ismerhetünk ebben az igében. Nem a pogányoknak, hanem Izrael népének szólt ez a profécia, ez a szakasz is, amit felolvastunk, és Isten követőit nagyon figyelmezteti az ige veszélyre, ami nap mint nap megkörnyékez mennünket is, hogy megpróbálunk máshol menedéket találni, és nem Istennél. Félelemtől és a fájdalomtól mihén hamarabb meg akarunk szabadulni. Megdöbbentő és szomorú, hogy milyen kevéssel megelégszünk ebben a menekülésben. Hamis menedékeket keresünk,
és elfogadjuk ezt a fájdalom csökkentő dolgot, ahelyett, hogy Istenhez eljutnánk. Egy következő képen egy ilyen hamis menedéket találunk, amikor egy kisbabát látunk a képen egy fura helyen. 1937-ben készült ez a fotó, ezt a babát azért ebben a kertben tartják, mert nagyon kicsi az a ház, ahol éltek, meg talán elfoglaltak is voltak a szülők, nem tudták meg biztosítani, hogy lemenjenek fel a játszótérre, és ez volt a friss levegő élménye a babának, hogy kit kirakták ide a kertbe. És a napsütés levegőt kapott. Nagyon jól leírja ez a kép, nem is a baba szempontjából, hanem a szülők szempontjából, milyen hamis menedék számukra annak a feladatnak a megoldása, ez ugye, hogy a babát gondozni kell, és biztosítani számára a lehetőséget az életre. Egy ilyen menedéket találtak, egy ilyen baba kertbe rakják ki. Látunk mosolyt a gyerek arcán, azt nem látunk, egészen más tükröződik rajta. Többször említettem, hogy ez a keresésünk negatív oldalról a szorongás és a fájdalom elkerülése miatt van, de azt még nem említettem, hogy pozitív oldalról is ezt meg lehet fogalmazni, ez pedig a szeretet éhségünkből fakad. Más a szeretete révén folyamatos megerősítése van szükségünk, és keressük azokat a barátokat, azokat a közösségeket, ahol szeretetet tapasztalunk meg. És ha ezt nem kapjuk, akkor minden áron el akarjuk szerezni. És most ha próbáljak négyet felsorolni, amit ilyen hamis menedéknek gondolok, hangsúlyozva, hogy sokkal több van, és nagyon találékonyak vagyunk ebben, és figyelmeztetésként, hogy ehelyett válasszuk az Úr karjait. Egyik ilyen a depresszió. Egy kóros levertség ez, amelyik állandósul az ember életében, van, akinél nagyon hosszan, van, aki hamarabb meg tud vele küzdeni, van, aki olyan szerencsés, hogy nem kerül ilyen helyzetekbe, de keresztényeket is azért ez meg szokta kísérteni. Egy még nagyobb fájdalomtól akarjuk megkímélni magunkat, írja le egy pszichológus, akkor, amikor a depressziót választjuk menedékként, a még nagyobb fájdalom az az, hogy be kellene vallanom, hogy kudarcot vallottam bizonyos kapcsolataimban. Hogy nem tudom igazán a szeretetemet kimutatni, nem tudok megbocsátani, valami nagy lelki dolgot, feladatot nem tudok megoldani, és egyszerűbb depresszióba esni, azt mutatni, hogy én mennyire magam alatt vagyok, és mennyire magamba fordultam. Egyfajta védekezésképpen, mert aki engem lát, megismer így, meg meglát így, és valószínűleg, ha kedves hozzám, akkor már ilyen szánalmas és együttérző lesz velem kapcsolatban. Mi a baj? Depressziós vagy? Mi a baj? El vagy szomorodva? És várjuk ezt a kérdést, várjuk, hogy így aztán melegítse fel a szívünket, mert mi ezt választottuk megoldásként, hogy most így mutatjuk magunkat. Szintén egy pszichológus mondja, nagyon jó képet használva erre a helyzetre, amikor az ember lelkének motorja veszélyesen erőszakos fájdalomtól rázkódik, a depresszió a motor alapjárata, illetve lelassulása, ez menti meg a széthullástól. A depresszió megkíméli az embereket a mélyebb fájdalom kínjától. Be kellene állítani a motor teljesen, odavinni a szerelőhöz, és hagyni, hogy megszereljen. Ez lenne a megoldás. De meg tudjuk-e tenni? Vannak bibliai példáink a depresszióra. Ugye egy próféta, aki nagy dolgot tesz az Úrért, Illés, aki a Kármel hegyen bemutatja Isten hatalmát, és megöl utána 400 Baál papot, menekülni kényszerül, és egy depressziós helyzetben úgy gondolja, hogy egyedül van. És Isten nagyon kedvesen felemeli őt, és mutatja tovább az utat. Most nem részletezve ezt a történetet.
ismeri az ige ezt az állapotot, és a megoldást Isten megadja nagyon szeretettel. És egy másik újszövetségi példa, Emmaus mellett haladt két tanítvány, és ilyen helyzetben vannak, a reményük szerte foszlott, és egy harmadik tanítvány elkezd tartakozni hozzájuk, beszélget velük, és kiderül, hogy a feltámadott Úr, aki hozzájuk csatlakozott. Istennek van válasza az ilyen állapotra, és az, hogy felajánlja önmagát. Van igazi menedék, meg kell benne találni. Sokkal jobb terülni az embernek ennél az állapotnál, ehelyett az, amit az ember számára Isten ad, ez sokkal jobb terv. Menjünk tovább, és keressünk még ilyeneket. Mondjuk a harag lehet ilyen hamis menedék, a fájdalmunkat a harag formájában próbáljuk meg leküzdeni, és ahelyett, hogy magunkba fordulnánk, néha nagyon-nagyon is kiadjuk, ami bánt bennünket, és ezek a szavaink, ezek a megfogalmazásaink, ezek hivatottak a környezetünket befolyásolni. Azt mutatja a harag a depresszióhoz hasonlóan szintén, hogy valamilyen személyes kudarctól, mélyebb fájdalomtól akarunk megszabadulni, csak az erőszakosabb úton. A durva viselkedés, a csalódottság, önmagunk elutasításának a leplezett kifejezési formája sokszor. Menjünk megint az igéhez. A Szentírás beszél a haragról, és be is mutatja még Istent is haragosként. Hát ha Isten tud haragos lenni, akkor ez annyira nem rossz dolog. És valóban a nagyon árnyaltan beszél a Biblia a haragról, nem egy az egyben elítélve ezt. Ugye maga Jézus is, nem tudjuk elképzelni, hogy ne lett volna haragos, mikor kiűzte a templomból a kereskedőket. És az apostol is az Efézusi levélben így beszél, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Tehát ez egy árnyalt megfogalmazás. Ami hamis menedékké teszi az az, ha mindig ez a megoldás, vagy legalábbis nagyon sokszor, ha állandósul bennünk, hogy na így tudok megküzdeni igazán ezzel a problémával, hogy jól kiadom magamból. Ahelyett, hogy imádságban Istennel megbeszélve, meg azzal, akivel problémám van, így rendezném. Harmadik, a saját téveszmék. Egy menekülési mód lehet ez, amikor a fantáziánk világába menekülünk a valóság elől. Nagyon könnyen alkotunk olyan világot, ami nem arra épül, hogy elemeztem az engem körülvevő valóságot, hanem kialakítok egy kényelmesebb magyarázatot arra, ami körülvesz. És ahelyett, hogy szembenéznék igazán a valósággal, kitalálom ezt a téves világot. Tehát a saját világom helyett egy tév eszmében lelem meg a menedéket. Hamis kiútat keresek, hogy ne kelljen szembenézni a kellemetlen élettel. Itt azt a párhuzamot látom az igében, hogy vannak ilyen emberek, akik a gyülekezeteket, az újszövetségi gyülekezeteket tanításaikkal nagyon megtévesztették. Tév tanítókként jelzi őket az ige, és nagyon óv mindenkit. Sok levél ezért született, hogy megóvja a tévtanítóktól, tévtanításoktól a gyülekezeteket. Olyan verziók ezek, amelyek magyarázatot adnak a hitre és a növekedésre a hitben, de nem Isten szerinti magyarázatot. Hamis menedékek ilyen szempontból nem azt oldják meg, ami az igazi probléma, sokkal kevesebbet adnak, még a tetszetősek is. És még egy, amihez egy képet kerestem, egy hölgyről, aki ilyen furcsa helyzetben van, a függőségek a következő menedék.
ugye sok minden tud bennünket függővé tenni. Van, aki a pohárhoz jól, van, akinek az evés, a tévézés, az internet a szenvedélye. Van, akinek csak a szórakozni vágyás, és ezzel nagyon sokatkat megelégít. Sőt, egészen átrendezi a gondolkodásukat, azért dolgoznak hétközben, hogy igazán tudjanak a hétvégén pihenni, szórakozni. Nem azért pihennek a hétvégén, hogy igazán tudjanak a héten jól dolgozni, hanem a prioritás egészen máshol van. A pihenés, a kikapcsolódás lett a cél. Hamis menedék, amivel megelégszik. Aztán a technológia csapdájába is esnek néhányan, és két pihenésképpen két viccesebb képet találtam, amit nézzünk meg. Jézus nagyon jó helyzetben van itt sokak számára, akik ma gondolnak rá, valahogy összekötni a két dolgot, és egészen vallásos érzülete van sok Apple rajongónak. A következő képen hiábrázolta valaki egy grafikus ezt, ha megtalálod ezt a másik. Igen. Sokan Steve Jobsra így gondolnak, még ha nem is látták így Jézus szíveként ábrázolva őt. De nagyon tényleg a mai korban vallásos ragaszkodás alakult ki a kütyük iránt sokak számára. Függőség, hamis menedék, aminél Isten sokkal jobbat ajánl föl. Függőségben a legnagyobb veszély az, hogy elalszik tőle az ember lelkiismerete, és nem gondolja, hogy ennél jobb is lehet. Hogy ennél többet adhat valami. Ezért óvnak a szakemberek a legegyszerűbb drog kipróbálásától is, mert olyan kaput nyit meg az emberben, ami azt hiteti el vele, hogy ez már valamilyen megoldás, kimenekülést ad. Megelégszik vele az ember, és nem keres sokkal jobb megoldást. Pedig Isten menedék. És Náhum próféta így kiált fel: jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Zsoltáros pedig egészen gyakorlatilag mutatja be a 4. Zsoltárban: békén fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Gyermekeim most nem tudtak a tegnapi nap aludni. Megnéztünk egy olyan filmet, amit úgy gondoltunk, hogy gyerekfilm, azt már megnézhetik, de rájuk olyan rossz hatással volt, hogy egymás után ébrezgettek fel bennünket, és nem is aludtak szinte egy óránál többet egész éjszaka. Vigyázni kell nagyon a filmekkel, amit megmutatunk. Békében fekszem le, azt mondja itt a Zsoltáros, és biztonságban, mert te adod meg, Uram, hogy így élhessek. Megtaláljuk-e nála ezt a biztonságot? Ez az igazi kérdésünk, és erre bátorítanak, hogy meg lehet találni, és ő kínálja is ezt. És a hátralévő percekben még erről hadd beszéljek. Krisztus keresztjében menedékünk van, és az utolsó kép, egy grafikus így ábrázolta ezt. Tomboló vihar, egy óriási kereszt, ami segít, ami ahova menekülünk, ott menedéket találunk. És azt az újszövetségi fogalmat, ami teológiai tartalommal tölt meg a zsidókhoz írt levélje, kicsit hadd hozzam elétek, a 4. rész, már a 3. részben és a 4. részben is a zsidókhoz írt levél szerzője a nyugalmat, mint az Isten által felkínált menekvést írja le. Üldözött keresztényeknek íródott a levél, akik biztos, hogy elfáradtak és elcsüggettek, és azért jelentett számukra egy nagy üzenetet az, amit itt a levélben olvashattak, mert felkínálta és megmutatta számukra Istent, akinél megpihenhetnek, akármennyire zakatott az életük, benne nyugalmat lehetnek, itt a Földön is már, és a végső pihenésben, a végső örömben, amit Isten a mennyben kínál fel.
teljes elfogadásra lehet leállni Istené, és teljes szeretetre. És nincs más, ami igazán megpihenteti és megnyugtatja a szívünket, mint ez. A biztonság és a szeretet. És pont ezeket adja Isten. Nem azt mondja, hogy tartsuk meg a bizalmat, álljunk erősen, hogy részeseivé legyünk a Krisztusnak, a harmadik részben Illerről levél szerzője, hanem már Krisztus részeseivé lettünk, és mutassuk meg, hogy Krisztus részeseivé vagyunk. Tehát nem kell újként bemutatni nekünk ezt a menedéket. Én sem úgy mutatom meg nektek, mint akiről még nem hallottatok. Ismerjük ezt. Ezért olyan szomorú, hogy mégis választjuk visszautalva az Ézsaiás ígére Egyiptomot. Hát tudjuk, hogy hol van a biztonság. Miért Egyiptom felé indulunk akkor? Óriási vigasztalás, amit Isten tud adni, és ne elégedjünk meg kevesebben. Tegyük fel a kérdést, hogy Krisztusé vagyok-e? Ismerem-e úgy Krisztust, mint akihez mindig mehetek? Átadhatom magam mindig az ő kezébe, és ott biztonságban vagyok. Az evangélium engedem-e, hogy egészen átjárjon a szívem legmélyéig, és ez legyen a legfőbb támaszom, a legfőbb válasz a nagy kérdéseimre. A közösség, a zene, a sok ajándéka annak, hogy gyülekezetbe járok, segít, de engedem-e az üzenetet is, hogy igazán a mélyére érkezzen a szívemnek, a harcra, amit egyébként hétközben, napokban kell vívnom, azokat meg tudom-e győztesen vívni ezeket a csatákat, azáltal, mert megpihentem ott a menedékben, amit Isten ad. Befejezésül egy kis történetet találtam, ami nagyon szépen összefoglalja, hogy miről van itt szó. Ezt hadd mondjam el. Ott egyszer egy kislány, akinek meghaltak a szülei, nagymamájával élt, egy tetőtérben volt a szobája. Egyik éjszaka tűz ütött ki a házban, és a nagymama meghalt, miközben a kislány próbálta megmenteni. A tűz nagyon gyorsan terjedt, és a földszintet hamarosan teljesen elborították a lángok. Megérkeztek a szomszédok, megpróbáltak behatolni, de nagy volt már a meleg, a tűz. Útjukat állták a lángok már az ajtóban. Hívták a tűzoltókat, de nagyon lassan érkezett meg. És megjelent egy férfi hosszú létrával, amit a ház falához támasztott. Felmászott a létrán, betört egy ablakot, eltűnt a házban. Nem sokára újra megjelent az ablaknál, és karjában tartotta a kislányt. Ahogy a létra aljára ért, meg is érkeztek a mentők végre, úgyhogy el tudták vinni, és mentek vele gyorsan a kórházba. Ez a férfi pedig eltűnt az éjszakában, az, aki megmentette őt. Pár hónappal később a kislánynak meg kellett jelennie a bíróságon, és itt arról tárgyaltak, hogy milyen nevelőszülőkhöz kerüljön, mert ugye árva lett ez a kislány. Nem voltak élő rokonai, és a bíróság feladata volt, hogy otthon találjon neki. És voltak jelentkezők. Először egy tanítónő állt fel, aki vállalta volna a gyámságot, rámutatott, hogy milyen fontos, hogy ez a gyermek jól iskolázott legyen, és ő mondta, hogy ő tanárként tudja, hogy hogyan kell nevelni egy gyermeket, és ezt szívesen felajánlja, hogy felneveli ezt a kislányt. Volt egy másik jelentkező, egy földműves, aki pedig azt mondta, hogy nálam megtanulhatná a kislány, hogy a kemény munka és az egyszerű élet mit jelent, találkozhatna állatokkal, velük együtt nőhetne fel, és megtanulhatná a felelősséget. Aztán felállt egy gazdag hölgy is, és azt mondta, én mindent meg tudok adni ennek a gyermeknek, amire csak szüksége van, mindenem meg lesz, a legjobb ruhákat veszem neki, a legjobb iskolákba járatom. Ha velem él majd, a szívének minden vágya teljesülni fog. Még jó néhány embert meghallgattak, mindegyik elmondta, hogy miért lenne jó, hogy a kislány vele legyen, vele éljen. És a bíró ezek után megkérdezte, akar még valaki mondani valamit, mielőtt meghozom a döntésemet? Ekkor egy férfi jött előre a tárgyalóterem végéből, nagyon lassan, kicsit sárkítva járt,
régi ruháiból egyértelműen látszott, hogy nem gazdag, nem művelt, amikor odaért előre, megállt a kislány előtt, és széttárta a karjait. A tömeg felsziszent, a kezei és a karjai rettenetesen össze voltak égve, sebesek voltak. Ő az, aki megmentett, kiáltott fel a kislány, és egyetlen ugrással a férfi nyaka köré fonta a karjait, és úgy kapaszkodott bele, mintha az élete múlna rajta, mint akkor, amikor a tűz fenyegette őket. Arcát a férfi vállába fúrta, és néhány percig ott zokogott, aztán felnézett, és olyan mosolyt tündökölt az arcán, ami az egész termet beragyogta. Azt hiszem, már meg is hoztam a döntést, szólt a bíró, és a tárgyalást belekezdették. Sehol máshol nem pihen meg úgy a lélek, mint Isten karjaiban, kegyelmes Atya szerető karjaiban. Soha ne elégedj meg hamis menedékkel. Amen.